kávé az élethez gospel. Ez közösi, kellemes hangot hoz fel, ami pont kell. Komoly dolgokat könnyedén, nincsen apró betűs közlemény. Fehéren, feketén, életről magyaráz. Nincs sok jó hír, a valósággal az a gáz. Mindegy, hogy min és mit játszol. Ez a gospel kávé, ami tisztán szól. A Gospel Café szimpla vendége, Debreceni István. Szia István, örülök, hogy eljöttél a műsorba. Szia, köszönöm a lehetőséget. Hát mi köszönjük, hogy eljöttél, mert nagyon-nagyon régen nem láttunk a kamerának annak az oldalán. Ezen az oldalán se, de azon az oldalán meg már végképp nagyon régen. Mi történt veled az utóbbi időben? Hát vannak helyzetek az ember életében, amikor, amire nem készülsz, amit nem vársz, amit nem úgy tervezel, és mégis bekövetkezik. Hát én egy ilyen élethelyzeten mentem át. És gyakorlatilag most vagyok abban az időszakban, amikor kezdem újra felszívni magam, és talán nevezük helyreállás idejének, amiben most vagyok, és ami remélhetőleg jobb véget fog érni, mint ami az előző időszak volt. Milyen lépéseket teszel, hogy ki gyere ebből a gödörből, amiben belekerül? Ez egy jó kérdés, mert lehetne tudatos dolgokat mondani, de igazából talán pont az elmúlt időszaknak a következménye az, hogy sokkal óvatosabb vagyok. Amikor az ember sok pofont és sok sebet kap, akkor utána százszor is meggondolja, hogy merre lépjen és hogyan lépjen. Lehet, hogy egy kicsit átestem a ló túls oldalára, de lehet azt mondani, hogy ez egy önvédelmi reakció. Nem teszek úgymond semmi konkrétumot, próbálom az életemet normálisan élni, jelenleg ez is nagy kihívás. Te, mint keresztény ember, hogyan dolgozott fel ezeket a nehézségeket, hogy ez most honnan jön, mi a válaszod ezekre a kihívásokra? Vannak helyzetek, én a saját életemről beszélek, de szerintem ez nagyon sok mindenkire jellemző lehet. Vannak helyzetek, amikor kérdőjelek vannak és nincsenek válaszok. Jó lenne tudni azt, hogy mi miért történt. Nekem még mindig vannak megválaszolatlan kérdéseim. Lehet, hogy talán majd egyszer ott fönt az atyánál majd elbeszélgetünk és megkérdezem, hogy mi miért történt, de akkor meg lehet, hogy már nem lesz jelentősége. Más dolgokat meg azt gondolom, hogy nagyon is tudok. Talán az emberi mi voltunkból fakad az, hogy annak ellenére, hogy tudjuk a dolgoknak, hogy milyen következménye lesz, mégis megtesszük. Hogy milyen okok miatt és miért alakul ez így, azt én erre nem tudom a választ. Nyilván erről lehetne egy 5 órás beszélgetést is kezdeményezni. Úgyhogy jelenleg úgy vagyok, hogy lezártam egy időszakot, mert rájöttem arra, hogy bizonyos dolgokon hiába rágódom, attól nekem nem lesz jobb. Voltak melletted olyanok, akik segítettek kijönni a gödörből? Azt kell mondanom, hogy nem. Tehát volt egy időszak, amikor nagyon egyedül maradtam. Ezeknek az elmúlt éveknek a számomra tragédiája, vagy nagyon kemény leckéje, tanulsága pontosan az volt, hogy és a legnagyobb fájdalma, hogy magamra maradtam. Mondjuk 100%-osan ez így nem igaz, mert Isten kegyelme pontosan ott, abban mutatkozott meg, hogy kirendelt mellém olyat. Tehát volt olyan testvérem, barátom, most mondhatnám így is, akinek Isten a szívére helyezte, hogy figyeljen oda rám. Ugyanakkor én követelek téged a Facebookon, és sokszor kiraktál képeket a fiaidról, akkor mégiscsak ők melletted álltak, nem? A fiaim, ez egy érdekes kérdés, mert ha valamire, és értsen mindenki jól, büszke lehetek, vagy amiért hálás lehetek így, szebben hangzik, az életem főművei ők, Isten ajándékai, és hogyha valami jó történt az életemben, az ők biztos, hogy azok. Nagy kihívás volt 3 fiút felnevelni, most már ő 20 évesek mind a 3-an, de persze természetesen mellettem voltak, mint az apukájuk mellett, de vannak élethelyzetek, amiben egy 51 néhány éves férfi embernek nem tud egy 20 év körüli fiatal ember segíteni, egész egyszerűen, mert nincs olyan élettapasztalata. Ők annyit tudtak, hogy engem szeretnek, és ebben az élethelyzetben, amiben voltam, amit át kellett élnem, abban a szeretetükről biztosítottak, de ez a helyzet őket is megviselte. Van olyan a 3 fiúk közül, aki a zenét tovább vitte az életében? Egyik se. Egyik se? Egyik se, és ez egy érdekes dolog, mert egyébként főként a legidősebb fiam egy kifejezetten tehetséges. Gyakorlatilag mind a 3-nál a sport az, ami elsodorta, elsöpört elemi erővel a zenei próbálkozásokat. Én azért bízom benne, hogy
előbb-utóbb ezek visszajönnek. Gergő fiam, a középső fiam például kifejezetten jó hanggal rendelkezik, nagyon jó hangot kapott az úrtól, és annak is egyébként ilyen késztetései, hogy ő majd énekeljen, de ő jelenleg éppen az életének a nagy döntés előtt áll, sőt itt tulajdonképpen már meghozta, és nagyon-nagyon nagy öröm ez most számomra, hogy el szeretnék kötelezni magát Jézus mellett, és azt hiszem, ez egy szülőnek ennél többet nem lehet kívánni. Kicsit nagy itt a hangzavar a belváros közepén, de azért folytatjuk a beszélgetést, nem állunk le. Mondtad, hogy nagyon sokáig voltál színpadon, reflektorfényben. Ez mennyire hiányzott ezekben az években, és mennyire fog hiányozni a jövőben, vagy tervezed-e, hogy visszakerülsz a színpadon? Nem tudom, én soha nem voltam egy ilyen színpadhoz ragaszkodó ember. És ha így visszanézek az életemre, hihetetlen dolgokat éltem meg. Tehát ha most azt mondom, és tényleg ne értse senki félre, hogy mondjuk 10 000 ember előtt énekelhettem mondjuk egy kis stadionba, vagy mondjuk egy stadionkertbe, ez az a napos rendezvényeken, vagy más közös rendezvényeken, akkor azt mondom, hogy hát ez nem mindenkinek adatik meg. Én átélhettem ezt, és átélhettem azt is, hogy milyen, amikor egy kis mikroközösség, vagy egy mikrokörnyezetben énekelhet az ember, és Istennek erőteljes jelenlétét élhetjük át. Tehát ennek minden mélységét és magasságát, hatalmas távlatait átéltem, de nem ragaszkodom a színpadhoz. Műsor előtt beszélgettünk, és azt mondtad ott, hogy te nem akarsz ilyen öreg bácsika lenni, aki 20-30-40 évvel ezelőtti történeteket mesél orva szájba. Tekintsünk akkor a jövőre, milyen terveid vannak, milyen vágyaid vannak, hogy miket terveztél el, ha hosszú távon, ha rövid távon? Hát nem tudom, hogy ez a koromból fakad-e, vagy azoknak a dolgoknak köszönhető, amelyeken átmentem. Nem nagyon tervezek előre. Persze természetesen vannak elképzeléseim, vannak vágyaim, álmaim még most is, de ezek olyan nem olyan nagy dolgok. Lehet, hogy más azt mondaná erre, hogy hű, de ezeket olyan óvatosan. Például mondok egy dolgot, abszolút nem zenei természetű. Édesapám tavaly ment el, 86. évében, egy csodálatos életút után, egy nagyszerű ember volt, és hát egy nagy veszteség volt az ő halála. És tulajdonképpen azt fogalmazott meg bennem, nem vagyok média kompatibilis. Az fogalmazott meg bennem, hogy annyira hálások lehetünk, és testvéreimmel együtt, 4 vagyunk testvérek, azért az emberért, aki az édesapám volt, aki egyébként egy, most értsétek jól, halandó ember volt, bűnökkel küzdködve, alkalmatlanságérzésekkel küzdködve, kezembe került a naplója, amit gyorsan el is dugtam magamnak, ami 10 évetől elfelé, és abból kiderül, hogy mennyire hasonló dolgokkal küzdött, mint mi, vagy egész konkrétan én. És eldöntöttem, hogy egy ilyen könyvet szeretnék egyszer csinálni, amivel leírnám a gondolataimat, van rengeteg fotóm róla, régi képek, mert rengeteg képet beszkenneltem azzal a célra, hogy egyszer ezt a könyvet így összerakni, és akkor ez ugye a kezünkben legyen, valamilyen szinten emléket állítani annak az embernek, aki nem csak életet adott nekem bizonyos értelemben, hanem nagyon sok szempontból jó példa volt az én életemre nézve, és meg a testvéreim életére, és nagyon sok ember életére nézve. Ez például egy ilyen terv. Zenei vonalon is úgy gondolom, hogy van még bennem. Sok minden van még bennem. Hogy ez mikor és hogyan fog tudni kijönni, nem tudom. Úgyhogy még van bennem spiritus, legalábbis ebben szeretnék bízni, és hogyha itt lesz az ideje, akkor azt gondolom, hogy akár hangzó módon, akár élőben majd ott leszek, azt mindenki tudni fogja. Így legyen. Köszönöm, hogy eljöttél.